Szervuszok, üdvözöllek benneteket a Haladó újabb epizódjába, ahol most egy rakósbotos amúrozás lesz a téma. Megmutatom nektek azt, hogy hogyan képzelem én el az amúrozást rakósbottal. Be fogok mutatni nektek egy olyan szereléket, amit még itthon én úgy tudom, hogy senki nem használt, nem mutatott így be. Úgyhogy erre is tökéletes alkalom lesz ez az amúrozás, hiszen az amúrozást azt vízközt fogjuk előadni, vagy fogom előadni, bár a többes szám az nem alaptalan, hiszen itt van velem két barátunk, két Géza, Simon Géza és Varga Géza. Ők már javába horgásznak, hát én még itt tökörészek itt a kamerákkal. Géza barátom már fogott 3 darabot, melyik Géza, hát a Simon Géza természetesen már fogott 3 darab amúrt. És hogy hol vagyunk, Röjtök Muzsaj mellett a muzsai horgász tavon vagyunk, ahol nagyon-nagyon szép amúrállomány van. Nem nagyok az amúrok a hírek szerint, ilyen 3-4 kilósak, viszont nagyon szépen lehet őket fogni vízközt, úgyhogy azt gondoltam, hogy ez egy tökéletes helyszín lesz arra, hogy ezt a horgász technikát be tudjam nektek mutatni. A vízközti horgászat mellett természetesen azért a lehulló szemek alatt összegyűlekező nagyobb pontyokat is megcélzom, úgyhogy lesz egy olyan szerelék is, ami a vízközt vagy a lehulló szemekre gyülekező fenéken lévő halakat fogja majd hivatottan becserkészni. Remélem, hogy egy szép pontot is fogok majd nektek tudni mutatni az amúrok mellett. Úgyhogy vágjunk is gyorsan bele, mert már a nap is magasan jár, ami egyébként gyönyörű idő van. Kicsit fúj a szél, szépen süt a nap, ami mondjuk a vízközi horgászatnál nagyon nagy előny tud lenni. Hogyha nagyon be lenne borulva, akkor egy kicsit nehezebb lenne a dolgom, de azt gondolom, hogy most ideálisak a körülmények ahhoz, hogy egy jó vízközti amúrozást elő lehessen adni. Hát lássuk akkor, hogy ennek milyen etetőanyag, illetve milyen szerelék igénye van. Kezdjük is talán a etetéssel, hiszen az egy nagyon-nagyon egyszerű dolog lesz. Én 2 dologgal készültem, mind a 2 kukorica, mégpedig az egyik az a jól ismert klasszikus csemege kukorica, a másik pedig a Taripista bácsinak jelent meg egy ilyen csemege kukorica pépesített változata, ami tartalmaz némi színezéket is. Ezt fogom majd egy kis csészével szépen bepötyögtetni a spic alá. Ennek nagyon jó felhője lesz, ami azt gondolom, hogy az amuroknak fölkelti a figyelmét. Hát remélem, hogy csak az amuroknak, mert a hírek szerint keszegek, kárászok is vannak a vízben, úgyhogy ha esetleg ők nagyon ráugranának erre a felhős cuccra, akkor majd ezt lehet, hogy el kell hagynom. De az eredeti elképzelésem az az, hogy ezzel a pépesített kukoricával szépen becsöpögtetve a spic alá próbálom meg felhívni a figyelmét a halaknak. És hát természetesen a kukoricát azt pedig egy csúzli segítségével fogom majd folyamatosan kézben tartott bot mellett szépen rácsúzlizni. És hát akkor nézzük is a szereléket, amivel ezt a horgászatot tervezem. Itt látjátok, amint mondtam nektek, itt van a végébe ez a kis etető csésze a botnak, ebbe fog belekerülni a pépesített kukorica, egy 2.6-os erős slick gumi van a szerelékbe befűzve, a topszettem az 2,60 m, de itt vízközti horgászatnál most ennek akkora jelentősége nincsen, és hát itt van az az úszó, ez a szerelék, ami egy nagyon jó kis vízközti horgászatot tud lehetővé tenni. Ezt jignek hívják, mondhatom azt, hogy jiggelni fogok. Ez egy 0,3-as jiggerúszó, ami 4 darab kis pici 8-as söréttel van csupán kiolmozva, és ennek az a lényeg, hogy ez szabadon tud csúszni itt a szereléken, egészen addig, amíg itt fent egy kis ütközőnél ez meg nem ütközik. Ez azért jó nekem, mert a vízben is, hogyha szépen a spic alá beengedem ezt a szereléket, akkor úgy tudom vízközt keresgetni a halakat, vagy felkelteni a csalira a figyelmét a halaknak, hogy megemelem a botot, olyankor, hogyha megemelem a botot, akkor nyilván ez egy kicsit kijön, ha elengedem, akkor pedig itt szépen vissza tud hullani egészen az ütközőig. Tehát igazából itt az ólomtól eddig az ütközőig tartó szakaszig bezárólag tudom szépen átpásztázni a víznek azt a felső rétegét, ahol tervezem az amurokat megfogni. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan fog működni ez a jigger úszó, úgyhogy ennyire egyszerű a szellék. Végében van egy viszonylag nagyméretű erős horog, hiszen azért amurokról van szó, amelyeknek erős a szája, úgyhogy mindenféleképpen kell egy erős, jó húsú horog, hogy meg is tudja őket tartani. És hát a gumizást is látjátok, hogy elég sok kilóg a topsetből, de még rá fogok szerintem húzni, sőt ezt meg is teszem most. Mert a tapasztalat az az, hogyha nagyon laza a gumizás, akkor nem bírom átütni a kemény száját az amúrnak, úgyhogy most már, hogy ezt megtettem ezt a feszítést, így biztos lehetek abban, hogy amikor bevágok a halnak, akkor az amúrnak a szájába ez a horog, ez be fog tudni akadni. A másik szerelékem, amivel horgászom, ami a fenékretett szerelék, az pedig egy 0,75-ös, mindjárt megnézem pontosan milyen úszó, ezt már elfelejtettem, ez egy slim karbon úszó, viszonylag vastag antennával, karbon szárral,
és 0,7-es kivitelbe, hiszen itt fenéken történik majd a halfogás a tervek szerint ezzel. Ennek a kiolmozása sem túl bonyolult, van 3 darab nagyobb sörét, illetve 3 darab kisebb sörét, illetve egy picike jelzőolom, és ami a lényeg, az majd itt a szereléknek a horga lesz, egy viszonylag kisméretű 12-es horog, egy ilyen egész hosszú kis csalizó szál, hiszen erre majd kemény kukoricát vagy csemege kukoricát fogok, de több szemet felfűzni, hogy a nagyobb pontyokat be tudjam vele cserkészni. Na hát röviden ennyi a bemutatója, vagyis hogy a szerelék bemutatása a horgászatnak, úgyhogy igazából szerintem kezdődhet is a horgászat, hiszen nem egy túl bonyolult dolog, de még fogom nektek mutatni szépen folyamatában, hogy hogyan, miképpen kell szerintem amurozni itt a muzsai horgásztavon. Hát igazából ennek a kukoricának a kibontása van már csak hátra. Ebből itt hát ilyen fél zacskónyit bontok ki egyenlőre csak. Szerintem egyenlőre ez így elég is lesz. És hát a lényege az, hogy ebbe a kis toszpotba úgymond beleteszem a pépesített kukoricát, teszek rá egy pár szem rendeset, és ezt fogom szépen így befordítani. Itt magam előtt megpróbálom így megmutatni, és hogy megütögetem a topszetet, úgy szépen kipottyan belőle, és erre fogok ráhorgászni. És természetesen a lehulló szemeken pedig majd a végén fogom keresgetni a jobb halakat a horgászatnak. Hát szerintem az utolsó órájába fogok majd így ránézni, és akkor a ott gyülekező bónuszhalakat leszedegetem.
most is senki. Hát jó ez a vízközti amúrozás, mert egy aktív peca, de most már majd lassan a ajzatra is lenézek, hogy esetleg a sok belőtt kukoricára valami nem-e összegyűlt. És hát jól működik ez a kukorica pép is. Volt, amikor szinte csak ezt csészészgettem, és ezzel fogtam az amúrokat. Még egy amúrt megpróbálok fogni, aztán pedig nehéz alverokkal, aztán pedig renézek most már majd az ajzatra. És hát ami még a lényeg az az, hogy folyamatosan lőni kell a kukoricát is. És ennek ugye az a technikája, hogy így kifordulok oldalra, nekitámasztom a lábamat itt a középső lábnak. Kezembe fogom szépen a csúzlit, itt a könyökömmel letolom a botot. Ilyenkor mindig úgy szoktam, hogy hátul legyen egy kis súlypontja a botnak. Kezemben a papucsa kosárnak ezt fogom, és ez nem mozdul ez a kezem, hanem csak a magát a csúzli nyelet húzom előre. És igazából a csészéhez, vagyis ez a lövéshez úgy kell oda készíteni a tálcára a kukoricát, hogy ha oda se néz az ember, akkor is kéznél legyen. Tehát nem nézek oda, csak így lenyúlok,
4-5-6 szem kukorica bele, és a behulló szemekre rámelem ezt a dzsigert, hagyom, hogy szépen besüljegyen, és akkor utána egy kicsit játszok vele, fölemelem, leejtem. Fölemelem, leejtem. És általában az ilyen behulló fázisba szokott odaverni neki a múr, vagy hát éppen a ponty, mert fogtam egy szép pontyot is. De gyanítom, hogy ezek a pontyok, ezek lehet, hogy lent várakoznak arra, hogy megnézzem, hogy mi fűság van velük. Néha lehet látni, ahogy a hullámok megjelennek, a tolóhullámok. És az a lényeg, hogy ez a folyamatosság meglegyen a pecába. És hát tényleg komoly murálománya van ennek a kis tónak, mert nem tudom, már hányat fogtunk így. Hárman horgászunk most egymás mellett. Én vagyok a szélső. De a két Géza is szépen fogják a murokat. Néha a szél azért belekap a botba, és az ilyenkor kapaszkodós. Nehéz a csúszlizás, de még az igazi idő nem ért ide, bár eléggé borul be. Holnapra már mondják a komoly időjárás változást, ami nyilván most nem könnyíti meg a pecánkat. Kicsit frontos az idő, de hál' Istennek az amurok nem úgy néznek ki, mint akik annyira frontérzékenyek lennének, bár azt mondja Géza barátom, hogy sokkal-sokkal többet lehet ideális esetbe fogni. De most egy kicsit, nem is baj, ha egy kicsit küzdősebb ez a horgászat.
Hát elérkezett a pillanat, hogy ránézzek az ajzatra. Ez egy ilyen üveges kukoricából fokhagymás ízesítésben fogok erre a kicsit nehezebb, hát nehezebb 0,7-es, bár ez be a szélbe, ez már lehet, hogy még ez is kevés lesz. Na mindegy, hát erre fogok felfűzni egy két szemet. Mindjárt a fűzőtűt megkeresem, hogy hova tettem. Megvan. Na akkor, hát ha van lenn valami nagyobb hal. Tű, ez azt tolja a fokhagymát, tényleg nem gyenge. És akkor először a két szem fokhagymás kuksi megy föl a fűzőtűre. Ezt beleakasztom ebbe a kis gumiütközőbe. Így. Na nézzük, hogy lakik-e lent valaki. Hát ennyi fért bele a mai horgászatba. Ez a kis jiggerúszó, ez nagyon szépen működött, igazából egy ekkora eresztékkel horgáztam, és egy volt, kicsit felhúztam az egyik sörétolmot, és egy ilyen távolságon tudtam táncoltatni a kukoricát, ami teljesen megfelelő volt a halak ízlésének is. Ez a kukorica málé, vagy darált kukorica, és amit ebbe a kis toszpotba tettem, ez is nagyon jó szolgálatot tett most. Be van nagyon borulva mögöttünk, közeledik az eső, úgyhogy már azért sem kísértem tovább itt a szerencsémet. Én köszönöm szépen, hogy velem voltatok, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, illetve dobni egy lájkot. Ha pedig valahogyan szeretnétek támogatni ezt a csatornát, akkor a leírásban megtaláljátok ennek a módját, de ha csak egy szuper köszönetet nyomtok, azt is nagyon szépen köszönöm én is. Hát találkozunk a következő haladóba, nem tudom még, hogy mi lesz a téma, de most már azért dübörög a horgásszezon, remélem, hogy ezek a frontos idők is elmúlnak, menjetek ti is minél többet horgászni, versenyezni, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Akkor ilyen fasz az idő, inkább viszunk!